Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceántúról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade Részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Karámosné Majer Gabriella vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak is olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Többek között kapcsolatot tart az égiekkel. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklóst, mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Akkor még egyszer fussunk neki. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Mit csinálunk? Hát bizonyára ezt már sokszor hallottátok, ha nézitek a videóimat. És nem a közhely kedvéért mondom, de egy különleges dolgot csinálunk. Tehát nekem van egy küldetésem, hogy olyan tudást és képességeket vigyek el az emberek számára, amelyet a mindennapokban is tudnak használni, és egyébként pedig szellemi, illetve lelki fejlődést tudnak elsajátítani, és egyre magasabb és magasabb szintre jutva, lelki szintre jutva, olyanná képesse, tehát olyanná tudjanak válni, olyan képességeket tudjanak elérni, amely által képesek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémáikat megelőzni, illetve megoldani, a céljaikat megvalósítani, képesek legyenek arra, hogy ezekben tudjanak másoknak is segíteni, képesek legyenek az emberek és az élet jobbítására, és nem legvégső soron, hanem átmeneti időszak az aranykor létrehozása. Tehát az aranykor, a szeretet, béke és boldogság kora egy olyan időszak, ahol nem lesz elnyomás, mert az ember, a szociális emberről van szó, ugye a bolygó lakosságának 80%-a szociális ember, és mi a 20%
ezt úgy nevezhetnénk, hogy antiszociális, tehát magyarul elnyomó. Tehát vannak az elnyomók, és vannak az elnyomottak. Jelenleg a bolygó körülbelül, hát jó esetben azt mondhatnám, hogy 20%-kal tudja kezelni az elnyomást. De mondom, jó esetben tudnám ezt mondani, de nem tudom ezt mondani sajnos. És ha megnézitek, bolygószintű a jelenlegi elnyomás. Tehát a jelenlegi elnyomás bolygószintű. Kevés az olyan hely, olyan ország, ahol nincs elnyomás. Illetve hát nem is tudnánk olyan országot talán mondani. Inkább úgy mondanám, hogy kisebb-nagyobb mértékű elnyomás van. Az elnyomás megnövekedett tavalyi évtől, tavalyi év márciusától, hogyha jobban megnézitek. Tavaly március óta fokozott elnyomásban részesülnek az emberek. Mondhatjuk, hogy világszerte. Ugye a tervezet az, hogy 7 milliárd embert oltsanak be. És akkor ugye megkérdezném, hogy milyen célra? Milyen célra? És akkor mondanák a nagy okosok, ugye abból a célból, hogy ne terjedjen tovább a betegség, illetve megakadályozzák a betegséget. Na most akkor úgy megkérdezném, hogy a bolygón hány légúti betegség, mármint mondjuk nem légúti, tehát nem hány légúti, hanem inkább azt mondanám, hogy sikerült-e az influenzát és a náthát megszüntetni. Sikerült-e mondjuk a tüdőgyulladást megszüntetni? És akkor ki hiszi el azt, hogy annak az eljárások révén, amit most kezdeményeztek, ugye az elmúlt hónapokban lassan másfél éve, annak a végeredménye az lesz, hogy megszüntesse azt, amire tervezték. Mármint amit eladnak, hogy arra tervezték. Mert ugye azért oltatják az embereket, hogy ne kapják el azt a bizonyos légúti megbetegedést, amit most propagálnak, nem? És na most erre csak ugye megkérdezném, és akkor mondhatnák, mert ha láttam a reklámban, vagy hallottam, nem láttam, hallottam a reklámban, hogy legyőztük a járványt, nem? Akkor miért van még veszélyhelyzet? Nem? Egy. Kettő. És mi lesz ősszel? Akkor feltámad és legyőz minket? Vagy mi a Jóisten? Mert ugye minden késő ősszel kezdődnek légúti megbetegedéssel kapcsolatos járványszerű tünetek. Ha nem hiszed, nézz utána a neten, meg tudod nézni, hogy nem találsz olyan évet mondjuk az elmúlt akárhány évtizedben, ahol ne lett volna járvány. Légúti megbetegedéssel kapcsolatos járvány. Legalábbis itt Magyarországon. Tehát nem világviszonylatban. Világviszonylatban sem volt olyan év, az egy dolog, de mondjuk itt Magyarországon. Most akkor miről beszélünk? Tehát miről szól a történet? Mi ellen adnak oltást? Én nem tudom, lehet, hogy azok, akik beoltották magukat, tudják, de én nem találtam semmilyen dolgot, amire azt lehet mondani, hogy ez ellen adják az oltást. Mire adják az oltást? Bizonyára te is beszélgethettél már olyan emberekkel, akár személyesen, akik megkapták az oltást, és mégis elkapták a betegséget. Nem egyéb betegséget, én most erről a betegségről beszélek. Amire azt mondják, hogy gyakorlatilag ma Magyarországon, ha a baleseti halálokat is figyelembe vesszük, akkor minden második, még a tavasszal is, minden második ember ebbe halt meg. Tehát minden második ember. Tehát úgy, hogy mondom, a baleseti halálokat is figyelembe veszünk. Ja, mert akkor ugye tényleg lehet adni oltást, mert az emberek megijedtek, hogy nehogy ők is meghalljanak ebbe.
Tehát ugye Magyarország lakosságának a nagy része soha nem fertőző, mármint nem soha, de az elmúlt 50 évben nem fertőző betegségben halt meg. Világos ez? Tehát Magyarország lakossága az elmúlt 50 évben nem fertőző betegségben halt meg a zöme. Érdekes módon most már a lakosság fele nem rég fertőző betegségben halt meg. Aha. És ezt ki hiszi el? Sokan. Nem? Sokan elhiszik. Miért nem járnak utána? Nem? Mert én utána jártam dolgoknak. Megnéztem, hogy hogy volt ez a múltban. Engem nem az érdekel, hogy most mi van, hanem az érdekel, hogy mi volt. Mert a mostra azt mondanak, amit akarnak. A múltra nem tudnak, nem a 2020-at néztem meg, 2019-18, de nézhetsz bármit. Meg tudod nézni, mikor szoktak indulni a járványok, mikor szokott befejeződni a járvány, meg lehet nézni. Oké? Meg lehet nézni azt, hogy olyan november, december elején szokott indulni, és olyan április közepe, április végén szokott befejeződni a járvány. És utána már nincs járvány, de a betegségek, a légúti megbetegedések azok fennmaradnak. De nyilván megnézed, sokkal több a náthás mondjuk a tél végén, nem? Mint mondjuk nyáron. Nem? Tehát ugye teljesen ez logikus ez a dolog. De hát nem is erről szeretnék beszélni, hanem csak arról, hogy ezzel kapcsolatban, hogyha ez nem elnyomás, akkor innentől kezdve engem bandinak hívjatok, jó? Tehát most, hogy az emberekre hogy kényszerítenek rá valamit? Na most mondok egy dolgot. Ugye azért megkérdezném, hogy vajon miért kell aláírni egy oltás előtt állónak azt, hogy egyébként semmilyen felelősséget nem vállalnak az iránt. Hm? Érted? És hogy teljesen szabad akaratából történt. Hm? Nem gondolja senki végig? Nem volt olyan senki, aki amikor elolvasta ezt a papírt, visszafordult volna? Mert én biztos visszafordultam volna, azt tudni. Ha valami olyat nyomnak belém, amire senki felelősséget nem vállal. Ez milyen dolog ez? Ez csak úgy kérdezem. Hm? És ez nem jutott egy olyannak se eszébe, hogy visszaforduljon. Vagy ma azt mondta, hogy na hát most már minden, ha már itt vagyok, nyomjanak belém. Nem? Veszed több is mohácsnál. Nem? Vagy nem tudom, mit gondolhatnak az emberek? Nem értem. Vagy ilyen nem is gondolnak semmit. Elolvassák, mintha valami gép lenne, nem? Hol kell aláírni? Jó, aláírom. Valami ilyesmi? Hát gondolom, valami ilyesmi lehet, nem? Na mindegy, szóval. De azt nézzük, hogy miért van ez az egész. Jó? Na most ezt az egészet, ha jobban megnézzük, ez úgy tűnhet bárkinek, hogy ez ilyen alsó támogatottságú. Mit jelent ez, hogy alsó támogatottság? Alsó támogatottság, pokolbélt. Érted? Pokolbéli lények. Vagy felső támogatottság, mennybéli lények. Ugye mindig tanultuk azt, más nem a mesében, hogy a mennybéliek a jók, a pokolbéliek a rosszak, nem? A pokolbéliek hol vannak? A föld alatt. A mennybéliek hol vannak? Valahol fenn, a földön kívül, valahol. Ugye új verzióban úgy is mondhatnánk, hogy földön kívüliek, nem? Igen, de a pokolbéliek azok nem földön kívüliek, kopá. Azok földön belüliek, nem? Na most, ha jobban megnézzük, hát biztos, hogy nem lehet valami
jó lelkek azok, azok, akik ezt az egészet ugye most az emberiségre szabadították, úgy tokkal vonóval, nem? Tehát ez biztos, hogy nem valami, mit tudom én, azt mondta a jó Isten, hogy na most csináljunk egy ilyeneket az emberekkel. De ha jobban megnézzük, mit mondhat erre a jó Isten? Kiválasztódás. Érted? Legalább kiválasztódik a elválik a ocsú a búzától. Érted? Szó szerint. Nem? Ha jobban végig gondoljuk. Mert mindig azt mondtam, ami nektek sose tetszett, pedig éppen itt az ideje, hogy ezzel kibéküljünk, hogy aki hülye, halljon meg. Nem? És milyen jó ez a mondás? De mit jelent az, hogy aki hülye, halljon meg? Hát ugye mit jelent a hülye? Tudatlan, buta. Érted? Ez ezt jelenti. Tehát nem mást. Ez ennyit jelent. Na most, ha valaki tudatlan buta, tehát most miért kell, tehát miért kell azokat a dolgokat szépíteni, hogy az embernek egyszer meg kell halnia, nem? Persze nem mindegy, hogy mikor hal meg. Sőt, mondhatják a nagyon idősek, hogy én már megértem ennyit, de nem biztos, hogy meg fogsz annyit élni. Nem? Simán mondhatják. Na most, ha megnézzük ezt a dolgot, akkor ugye azt látjuk, hogy vannak a fentiek, és mi céljuk van velünk, emberekkel. Hát ugye az emberrel az a célja, a fentieknek, hogy egy olyan lelki fejlődésen menjenek át az emberek, ahol képesek teljes egészében különbséget tenni a jó és a rossz között, méghozzá olyan értelemben, hogy mindig a legnagyobb jó érdekében képes legyen cselekedni. Tehát még egyszer mondom, mindig a legnagyobb jó érdekében képes legyen cselekedni. Tehát az igazán jó azt jelenti, hogy mindig a legnagyobb jó érdekében való cselekvés. És akkor azt mondják, hogy ott az annyira megfoghatatlan. Aha. Na akkor megmondom, hogy mi a legnagyobb jó. A legnagyobb jó az, hogyha a te érdekedben van cselekedve. Ha a családod érdekében van cselekedve. Ha a közösségek érdekében van cselekedve. Ha az emberiség érdekében van cselekedve. Ha az élőlények érdekében van cselekedve, ha az élettelen dolgok érdekében van cselekedve, ha a lelkiség, a szellemiség, a tudatosság, a gondolkodás érdekében van cselekedve. És nyolcadik, ha a teremtők, illetve a teremtő érdekében van cselekedve. Na most ez azt jelenti, hogy minél inkább ezeknek a javát szolgálja, annál inkább jó az a dolog. Minél kevésbé ezeknek a javát szolgálja, annál inkább rossz az a dolog. Minél inkább mondjuk azt a célt szolgálja, hogy ezeket tönkre tegye, annál inkább rossz. Tehát, hogyha jobban megnézzük, akkor vajon azok az intézkedések, amik az emberiségre foganatosítottak az elmúlt másfél évben, az vajon mennyire szolgálta a legnagyobb jó érdeket? Hát egyáltalán nem. Tehát, hogy nem segítette mondjuk az önös érdekeket, az biztos. Nem segítette a családi érdekeket, az is biztos. Nem segítette a közösségek érdekeit, az is biztos. Nem segítette az emberiség érdekeit. Hát azt most így előre nem látni, nem? De inkább azt mondanám, hogy nem segítette. Nem, hogy a józanul gondolkodunk.
Tehát lehetne ezzel kapcsolatban ellentétes véleményt is fogalmazni egyeseknek, de szerintem a többség azt mondaná, hogy az emberiség érdekén biztos nem szolgálta. Bár ugye azt is mondhatnák, hogy dehogy nem szolgálta. Hiszen az emberiség túlélt, és az első hírek azt mondták, hogy az emberiség nagy része ebbe bele fog pusztulni, ebbe a betegségbe. Na szóval azért mondtam, hogy ez most nézőpont kérdése, de akkor megnézzük. Élőlények. Hát az élőlényeket lehet mondjuk segítette is, mert tisztult a, mondjuk a, mit tudom én, a vizek tisztultak, mert kevesebbet szennyeztünk, vagy nem tudom. Na mindegy. A levegő az biztos, de az már ugye a következő téma. A levegő az abban az időszakban javult, már visszaromlott, tehát semmi gond nincs ezzel. Hát a gondolkodást azt olyan nagyon nem segítette, mert azt láttuk, hogy inkább hűültek az emberek, mint hogy okosodtak volna. Nyilván tisztelt mindig a kivételeknek. És ugye az, hogy megint csak mennyire segítette a fentiek munkáját, ez megint a jövőben fog kiderülni. Tehát ebből úgy látni, hogy van 8 terület, a 8 területből 3 az, ami vitatott, és 5 pedig olyan terület, ahol egyértelműen látszik, hogy nem segítette a területek működését, hanem inkább hátráltatta. Tehát magyarul, mivel nem fogalmazható meg egyértelműen a 3 területre, hogy egyértelműen segített, ezért ugye ez egy nagy mértékű ártásnak lehet elmondani az, ami az elmúlt másfél évben történt. Világos ez? Tehát nem segítette az egyént, nem segítette a családokat, nem segítette a közösségeket, és nem segítette ugye a gondolkodást, oké? Szellemiséget, lelkiséget, tehát 5 területet biztos, hogy nem segített, hanem inkább ellene volt. Maradt 3 terület, a 3 terület megvitatott. Világos ez? Na most ezt miért mondom? Csak azért, hogy tudjuk értékelni ezt az egész dolgot, ami itt történt. Na most, de mégis, ha az ember jobban megnézi, ez egy kiválasztódás. Ugye régóta mondom, évek óta, hogy az embereket, akik azt választják, hogy szellemi fejlődés, tehát magyarul kinyílik a szemük, azokat a legtöbb embert valami próbatételé elé kell helyezni. Nyilván nem az embereknek közvetlenül, hanem valamilyen közvetett módon. A közvetett mód az lehet egy katasztrófa, természeti katasztrófa, vagy olyan fajta működés, amit eszünkbe se jutott volna ezelőtt még 2 évvel, ami most történt. Oké? Tehát, ha megnézzük, ez azt jelenti, hogy ez egy próbatétel arra, hogy vajon megmarad az ember abban a gondolkodás módban, amiben van, vagy pedig keres kiutat. Ami azt jelenti, hogy megmarad abban a magyarázatokban, amik vannak itt a világban, vagy pedig keres alternatív válaszokat. Jó? És az alternatív válaszokat nem a média fogja sugallni elsősorban, mármint nem a fősodrású, az biztos. Tehát nem a fősodrású. Na most, de egyébként, hogy az emberek hogy csinálják meg, hogy nem csinálják a dolgaikat, az mindenkinek a saját egyes hajtóereje. Mert ugye azt is látni, hogy ebben a fajta gondolkodásban még a családok is megkezdenek megosztottá válni. Tehát különbözőképpen gondolkodni. Tehát van, aki mit tudom, oltja magát, van, aki nem oltja magát. Családon belül. És ebből akár ellentétek keletkezhetnek, amit ugye előre tudtunk, hogy így lesz. Hogy ebből ellentétek lesznek. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezen a bolygón 2035-re aranykornak kell lennie. Jó? Mondom, kell lennie. És ez pedig azt jelenti, hogy minden áron. Tehát minden áron. De nem megfelelő az alacsony lélekszám. Tehát nem megfelelő az, hogy csak kevesen jutnak be az aranykorba. Tudod, miért nem megfelelő?
Mit jelent a kevés, mondjuk a pár ezer, vagy pár tízezer ember, vagy esetleg pár százezer ember, az még kevés. Tehát az aranykorba 10 millióknak kellene minimum bejutnia. Az a minimum. És mi lesz a többivel? Hát, azt úgy hívják, hogy elhalálozás. Tehát itt nem az a kérdés, hogy az emberekkel mi lesz, hogy lesz, mint lesz, hanem az a kérdés, hogy azok, akik életben maradnak, azok hogy fogják elviselni a halált. Mondom, az életben maradottak. Hogy fogják a halált elviselni? És ez most nem ijeszgetés, félreértés ne essék. Tehát ennek más következménye nem tud lenni, mint tömeges halálozás. Oké? Okay? És hogy mi miatt fognak meghalni az emberek, ez sem kérdés. Teljesen mindegy, mi miatt fognak meghalni. Mert hogy tömegesen fognak meghalni a következő években, beleértve már az idént is, az biztos. Oké? Okay? És hogy erről ki gondoskodik, mi gondoskodik, ez is más kérdés, mert erről lehet esetleg úgy beszélgetni, hogy nem nyilvánosan, érted? De nyilvánosan nem annyira. Sajnos. És ezt jelenti a szólásszabadság. Hogy az ember nem beszélhet nyilvánosan dolgokra. Na mindegy. Szóval, lényeg az, hogy ugye miért lesz, miért fognak az emberek meghalni? Mert az, aki nem válik alkalmassa az aranykorba, annak nincs ott a helye. És ugye az a baj, hogy az aranykorhoz nem elég az a működés, ahogy most működünk. Tehát ugye nézzétek meg itt például az elmúlt 5 hónapot, amit tanultunk. Anélkül lenne aranykor. Csak az elmúlt 5 hónap. De még egy kicsit tovább mennénk. Nézzünk, ugye ott volt egy 2 hónapos képzésünk, utána volt, vagy előtte volt egy 4 hónapos képzésünk, az összesen 6 meg 5, 11 hónapot megnézzük. Anélkül, ezek nélkül lenne aranykor. Tehát az aranykor azt jelenti, hogy az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban együtt működni. Oké? Okay? Tehát ez még nem a tökéletes együttműködést jelenti, de azt jelenti, hogy képesek. Oké? Okay? És amire ugye tovább lépnénk, hát nézzük meg, mit jelent az, hogy tovább lépés. Jó? Tehát eleve van egy mostani életed. A mostani életedben vannak problémák. Tudás nélkül a problémákat nem fogod tudni megoldani. Problémákat tudás nélkül egyféleképpen lehet megoldani, úgyhogy ha van elég pénzed, és kifizeted a tanácsadókat. Oké? Okay? És akkor segítenek a problémáid megoldásában. De ehhez kell, hogy legyen elég pénzed. Tehát például egy milliárdos, az meg tudja oldani a problémáinak a megoldását azzal, hogy egyszerűen megvesz olyan embereket, akik megoldják helyette a problémáit. Világos ez? Mit tudom én, mondjuk feleségével gondja van, érted? És vesz helyette egy másikat. Lásd, a milliárdos megcsinálja. Gondja van a feleségével, vett helyette egy másikat. Nem sokára lesz az esküvőjük. Oké? Okay. Ja, tehát a milliárdos az megoldja. Tehát szó szerint bárkivel gondja van, fogja azt, lecseréli. Érted? Fogja azt, elküldi azt, vesz helyette egy másikat. Oké? Okay. Ugye nem gondolja senki komolyan azt, hogy nem a pénzért. Nem a pénzébe szeretett bele. Hanem az óriási személyiségébe. Jó? Tehát a lényeg az, hogy gondoljátok végig, ők megoldják, de a legtöbb ember nem milliárdos. A legtöbb embernek nincsenek százezrei milliói egy tanácsadóra. Vagy egy olyanra, aki megoldja helyette. Érted? Na most, ha valaki helyett megold valaki valamit,
akkor az megtanulja abból, hogy hogy kell azt megoldani? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Na most viszont ugye az embernek olyanná kell válnia, hogy minden élethelyzetedben képes legyél helytállni. Érted? Tehát minden élethelyzetedben. Az azt jelenti, hogy gondold végig, készült egy bolygó az univerzum szélén, ami hasonlít a Földre, ami várja a lakóit, tényleg várja a lakóit. Ugye az a nagy utazás oda kifele, várja a lakóit, és a lakók azok azt az életet fogják élni, amire a Föld volt hivatott, ami annyit jelent, hogy ez az emberiség milyen, vagy az emberiség nagy része, milyen társadalmi formáról indult. Hát vagy őskor, nem, vagy középkor. Tehát az egész emberiség nem indult az őskorból, nagy tévedés. Egy részét ugye segítették ahhoz, hogy rögtön középkort hozzanak létre. Mert például, amit csak tanultál az általános meg középiskolai történelembe, tehát a babiloni időszak, az ugye mit tudom én hány ezer évvel ezelőtt volt, még Krisztus előtt is mit tudom én hány ezer évvel ezelőtt volt, és ott már középkori, vagyis ókori, nem bocsánat, nem középkor, rosszul mondtam, a középkort mondtam, ókori körülmények között éltek az emberek. Tehát nem őskori, hanem ókori körülmények között. Tehát ami azt jelenti, hogy őket nem előzte meg őskor. Érted? Vagy legalábbis az őskornak ott nincs nyoma. Na most, de ugyanezt nézhetnénk Egyiptomban, vagy bárhol máshol. Na most, ha ezt megnézzük, az azt jelenti, hogy ugye hogy indult az ókor, ugye azt nem tudom, tudjátok-e, hogy olyan fejlett idegen lények voltak az uralkodók, és nem csak az uralkodók, hanem az uralkodó réteg, amely biztosította a technikát meg a fejlődést ahhoz, hogy az ókorban olyan dolgokat hozzanak létre. Különben nem tudták volna maguk megcsinálni. Hát gondold végig, a bolygón párhuzamosan volt őskor és ókor, és az, akik őskori körülmények között éltek, tehát nem voltak idegen lények ahhoz, hogy létrehozzanak dolgokat, azok mit tudtak megcsinálni? Barlangokban rajzoltak. Érted? A másik nép ugyanabban az időszakban, mondjuk pár ezer kilométerrel arrébb, meg olyan technikával működött, érted, hogy lehet, hogy még most is megirigyelnénk, mert nem tudunk úgy építkezni, ahogy ők tudtak építkezni. Világos ez? Na most azt nem földi emberek segítségével csinálták meg, hanem olyan fejlett lények, akik mondjuk akár maradtak az előző emberiségből. Világos ez? Na most igen, ám, de tudjátok, hogy ez úgy működött, hogy egy előző fejlett, műszakilag és szellemileg fejlett emberiség, ha szépen kikopik, akkor a tudás is kikopik. Jó? Na mindegy, nem is ez a lényeg. Szóval lehet úgy újra kezdeni, hogy mondjuk őskori, max ókori körülmények között kezdés az új bolygón, és lehet azt csinálni, választási lehetőségként, hogy mondjuk oda jutsz, hogy aranykor, oda jutsz, hogy magasabb szintű létforma, és akkor azt vállalod be, hogy oda mész angyalként segíteni. Érted? Angyalként segíteni. Ugye mit érdemes tudni a negyedik, ötödik dimenziós lényekről, mint például az angyalokról? Azt,
hogy minél magasabb dimenzió, az alatta lévő dimenziókat teljes egészében érzékelik. De az alattuk lévő dimenziók nem érzékelik a fölöttük lévő dimenziókat. Világos, tehát egy háromdimenziós lény, mint mi vagyunk, nem vagyunk képesek érzékelni a negyedik, ötödik dimenziót. Világos ez? És ők viszont simán érzékeljük, de a két dimenziós dolgokat simán érzékeljük. Világos ez? Tehát a alattunk lévő dimenziókat tudjuk érzékelni, a fölöttünk lévő dimenziók meg úgy van, az az egész megtervezve a teremtő által, nem érzékelhetők. Világos ez? Az az érzékelés, az csak kivételes, aki esetleg magasabb rendű dimenziókat tud érzékelni, ez csak kiválasztottság kérdése. Na most a kiválasztottság, azt nem földi emberek csinálják a kiválasztottságot, jó, hanem a fentiek. De nem is ez a lényeg. Persze lentiek is tudnak kiválasztottságot csinálni. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy amikor az ember fölkerül mondjuk egy magasabb szintű létformába, akkor ugye az angyali hierarchiába bekerül. És ugye az angyali hierarchia legalsó szintje az az emberek segítése. És már nem ezen a földön kell az embereket segíteni, majd az aranykorban, hanem ott kint az univerzum szélén. De nem fogsz unatkozni egyedül, nem kell aggódnod, mert ugye rengeteg angyal ott lesz, aki ugyanúgy segít az embereknek, az akkori oda költözött embereknek, mint ami most van. Illetve hát most már mi van? Ugye azok, akik ugye az értesüléseim szerint, akik beoltották magukat, azoknak az angyali védelmük megszűnt. Jó? Na most ez pech, de hát ez van. Na most onnantól kezdve gondold végig, ott viszont ugye nincs, nem lesz oltás. Őskorban nem volt oltás. És ugye az ott nem lesz, tehát ami annyit jelent, hogy szükséges lesz számukra az angyali védelem. Oké? És akkor utána akár lehet azt csinálni, mint amit a földi emberekkel csináltak, ugye, hogy testet öltöttek az angyalok. Ugye ezt, milyen jó ez a mondás, szó szerint, mint kabátot öltöttél, tudod, nem, ruhát öltöttél magadra, tehát testet öltesz, ugye lesz egy tested, oda mész közéjük, és megtanítod őket mondjuk tüzet gyújtani. Érted? Vagy megtanítod őket mondjuk építkezni. Vagy megtanítod erre, vagy megtanítod arra, vagy megtanítod amarra. Ezt akkor már meg tudod csinálni. És ez most nem a mese része, jó, ebben azért tisztában legyünk. Tehát ez lesz. Oké? Te neked a következő életed, lehetőséged van nem emberként élni. Érted? Visszatérni az angyali hierarchiába. És az angyali hierarchia az azt jelenti, hogy feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküli együttműködés, feltétel nélküli elfogadás, érted? És az azt jelenti, hogy a tudásod nem mérhető a mostani tudásodhoz. Tehát olyan dolgokra is képes vagy, amit most elképzelni se tudsz. Nem, hogy képes legyél rá, még elképzelésed sincs róla. Na most gondold végig, éltél X millió évet már, mint lélek, és annak a tudását mondjuk visszaadják. Most visszaadnák a testedben, belebolondulnál. Érted? De akkor nem a testedben kapod vissza, hanem egy szellemlényként. És ott nincs korlát, tehát hogyha kilépsz a testedből, a tudásnak nincs korlátja. Tehát bármennyi tudást el tudsz viselni. Oké? Nyilván csak annyit kapsz vissza, amit megéltél. Na most gondold végig, hány olyan életet élhettél meg, ahol mondjuk komoly ártó tetteket csináltál, akár beleértve a gyilkosságot is. Na most gondold végig,
Ilyeneket megcsináltál az életeidben. Ugye a legdurvább dologról beszélek, annál még egy durvább dolog van, a tömeggyilkosság. Tehát mikor valaki tömeggyilkolt. Az a legdurvább. Most képzeld el, de a lélek felfejlődik arra a szintre, akkor azt a tudást megkapja, ami a tömeggyilkosnak a tudása is volt. Mert az ő lelke. Igen ám, de addigra képes pontos különbséget tenni minden cselekedet fölött, és képes arra, hogy megállítsa a negatív cselekvést, és behelyettesítse pozitív cselekvéssel. Világos ez? Tehát akármilyen frusztráció érte az évmilliói során, képes arra, hogy jó legyen. Ugye ezt a teremtőjék azért csinálták, mert ugye sok példa volt arra, hogy értelmes lények, tehát az azt jelenti, hogy értelmes lelkek, szembefordultak a teremtővel. Ugye a legismertebb ugye a Lucifer féle lázadás. Kimegyek a képből? Jó, tehát a legismertebb a Lucifer féle lázadás. Na most, ha a Lucifer féle lázadást nyomán a teremtők ugye elhatározták, ugye a teremtővel egyetemben elhatározták, hogy a lelkeket olyan szintre fejlesztik, hogy ez még egyszer ne forduljon elő. De az azt jelenti, hogy addig, míg nem fejlődik a lélek ilyen szintre, addig idézőjelben rabságban van. És rabságban vagyunk, mert nem hagyhatjuk el a bolygót. Oké? Tehát minden olyan hír ebben kapcsolatban, amikor a lelkek elhagyják a bolygót, az vagy különleges engedéllyel történik a fentiek részéről, vagy nem történhet meg. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerűen fölküldik a lelkeket, érted? És akkor meg nincs engedély, akkor fogják és szétlövik. Érted? És akkor úgy közlik a hírekben, hogy fölrobbant valamilyen okból az űrhajó. Világos ez? Tehát nem hagyhatjuk el a bolygót. Mondom, csak különleges engedéllyel, tehát a fentiek engedélyével. Amit szerintem nem sűrűn adnak ki. Mint látjuk, itt az eltelt 50 évben mióta ugye repülgetnek. Tehát ami annyit jelent, hogy ugye a bolygó vonzás körzetéből, meg ugye pályáján kívüli dologról van szó. Jó? Tehát a bolygó körül ugye van egy olyan pálya, ahol repülnek a különböző objektumok. Na most azon a pályán túlról van szó. Tehát gépek mehetnek kifelé, de emberi lélek nem. Jó? Tehát ugye maradjunk ennyiben. És ezzel kapcsolatban bármilyen más hír, hogy most menni akarnak, az nem azt jelenti, hogy mentek is. Jó? És ha azt mondták, hogy mentek, az vagy úgy volt, vagy nem. Jó? Tehát ugye megjátszani tudjuk jól, hogy bármit meg lehet játszani. Na most lényeg az, hogy ugye az is érdekes, hogy áll a zászló. Hogy áll a zászló, amikor a Holdnak van gravitációja, és a Holdon nincs szél? Akkor hogy áll a zászló? Milyen zászló, amikor ugye fölmentek a Holdra, és kitűzték az amerikai zászlót? És utána mutatták, hogy áll a zászló. Hogy állhat a zászló? Ha nincs szél, érted, és nincs gravitáció, vagy van gravitáció. Tehát ami azt jelenti, hogy a Holdnak van gravitációja, tehát magyarul, nem akkora, mint a Földnek, de akkor is az anyag az leszáll a Földre. Világos ez? Tehát magyarul a zászlónak lógnia kellene, na mindegy. Szóval furcsa dolgok voltak, nem én állapítottam meg ezeket, hanem akik ezzel foglalkoztak, persze. Na szóval, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gondold végig,
hogy attól függően, hogy mennyi tudásod volt, nem biztos, hogy, angyal, tehát az angyali hierarchia aljára fogsz kerülni. Hát nem biztos. Hanem, ha lehet, hogy neked mondjuk arkangyali tudásod volt. Honnan tudod, hogy nem? Vagy lehet, hogy még a feletti tudásod volt. Komolyan? Ha van a hierarchián 7 szint odafönt. Bármi lehetett. Érted? Persze a legtöbb embernek angyali volt, de soknak nem. És az gondold végig, azt tudja az ember visszakapni. Nem az ember, az ember lelke tudja visszakapni. És akkor lehet esetleg, hogyha mondjuk nagyobb tudással rendelkezel, vagy rendelkeztél, akkor mondjuk miben veszel részt? Mondjuk egy bolygó, vagy egy naprendszer létrehozásában. Na, az már elég teremtés, nem? Mikor egy naprendszert létrehozzunk odafönt, nem? Egy új naprendszer. És mennyi idő alatt? Hát most ne 2 perc alatt gondoljuk. De hát ugye ott nincs, mivel a léleknek nincs idő, miért nincs idő? Mert halhatatlan. És mivel halhatatlan, ezért az idő számára nem létező fogalom. Tehát ott létezik az idő fogalma, ahol nincs. Tehát ahol az anyag van, és az anyag pedig mulandó. Vagy halandó. Jó, tehát gondold végig. Milyen lehetősége van az embernek? Akkor lehetősége van arra, hogyha olyan dolgokat csinálsz az életedben, hogy mondjuk ténylegesen találkozz a teremtővel, mint lélek a léleggel. Melyik teremtővel? Hát az öreg, ahogy szokták mondani, öreg Istennel, vagy Atya Istennel. Hát akiből származik az összes lélek. Amivel gyakorlatilag a te lelked egy. Érted? Meg mindnyájunk lelke egy. Még azoknak a lelke is egy, akik most szembe vannak vele fordulva. Mint például ugye azok a lelkek, amely mondjuk hüllő testet vesznek fel. De ugye nem csak hüllő testet vehetnek fel lelkek, hanem más egyéb testeket is. Mindegy, csak most mondtam egy példát. Tehát gondold végig, hogy itt van a jelenlegi életed, ami még ugye sokáig lesz. Miért? Vagy sokáig lehet. Ugye azért lehet sokáig, mert az aranykornak sokáig lesz vége. Ami azt jelenti, hogy ha te bekerülsz az aranykorba, akkor ugye elintézik azt, hogy lassabban öregedj. Elintézik azt, hogy ne legyen betegséged. Érted? Ne a betegségeiddel kelljen törődnöd. Tehát ugye ez a fentiek részéről elintézni nem probléma. Nem probléma. Nyilván az azt jelenti, hogy nem lesz, mit tudom én mondjuk, 150 évnél hosszabb az élettartamod, de az is, ha kiszámolod, elég sok, nem? De nem mindegy, hogy milyen tempóval öregszik az ember. És az sem mindegy, hogy nem fáj semmilyen. Érted? És lehet, hogy, mit tudom én, 150 évesen úgy fogsz kinézni, mint most egy 80 éves. Érted? Na most, mert hogy lassan van, tehát elintézik, hogy lassabban öregek. Na most, de ez lehet azt mondani, hogy most a Miklós, mit tudom, fantáziál. Csak az a baj, hogy ezekkel a dolgokkal nem fantáziálok, hanem tudom, hogy hogy lesz. Jó? Miért tudom? Mert egyszerűen megmondják, hogy hogy lesz, és mondják azt, hogy mit mondhatok, meg mit nem. Jó? Tehát lényeg az, hogy meg milyen közegben mit mondhatok, meg mit nem, azt is mondják. Szóval gondold végig egy olyan, ha csak ember akarsz maradni. Ugye akár azt is megtehetnéd, hogy te az aranykorban maradsz. Érted? Tehát, hogy nem maradsz a hol? Mindjárt mutatom.
Tehát maradsz a küldetés szintjén. Érted? Mert bekerültél az aranykorba, és maradsz a küldetés szintjén. Mert ezt választod. Tehát az azt jelenti, hogy újra születsz. Oké? Az aranykorba. Újra születsz, mert nem akarsz följutni, mert ugye szabad akarat van, nem akarsz följutni a fenti létformába. De most gondolj bele, egy olyan társadalmi formában élni, vagy egy ilyenben, mint most, nézzük a kettő közti összehasonlítást. Itt, ahol azt csinálnak veled, amit akarnak, gyakorlatilag totális elnyomás, ugye ez elindult, biztos érzékelitek, vagy ahol nincs elnyomás. Érted? Nincsenek elnyomók. Tehát ott van elnyomás, ahol az elnyomók ott szépen dúskálnak a jóban. Érted? Tehát most vannak elnyomók, a bolygó lakosságának a 20%-a elnyomó, a 4% az, amelyik nagyon elnyomó. Tehát a 8 milliárdnál mennyi a nagyon elnyomó? A 4%? Számolt ki. Otto? Jó, tehát 320 millió? 360 millió. 360 millió ember nagyon elnyomó. Jól számolok? Így van, nem 360, 320, így van. Tehát 320 millió nagyon elnyomó. Vagy pedig olyan társadalomban élni, ahol nincsenek elnyomók. Na most ugye beszéltem arról, hogy miért fontos a nagy lélekszám. Tehát miért fontos az, hogy minél többen jussanak be az aranykorba? Mert sok ember jó állapotban, jó rezgéssel, sokkal nagyobb pozitív energiát tud létrehozni, mint kevés ember. Tehát ezt észrevenni a közösségek esetén is. Mondjuk a rendezvényeket kisebb létszámmal csináljuk, vagy nagyobb létszámmal csináljuk. Minél nagyobb létszámmal csináljuk, annál inkább érezni annak az összeadódó hatását. Tehát a pozitív energia összeadódó hatását. Az azt jelenti, hogy sok ember sokkal pozitívabb, sokkal nagyobb mértékű pozitív energiát tud létrehozni. És ha nagyobb mértékű a pozitív energia, akkor jobban ellehetetlenítjük azoknak a létét itt a bolygóban, akiket úgy hívunk most, hogy pokolbéliek. Akiknek köszönhető az elnyomók. Oké? És nem azok az elnyomók, akik a hétköznapi életedben jelen vannak, hanem azok az elnyomók, akik a népeket nyomják el. Tehát akik jelenleg a népeket nyomják el, azoknak a java az nem elnyomó, hanem elnyomott. Képzeljétek el. Tehát ami azt jelenti, hogy el vannak nyomva. Tehát mikor egy államfőt mondjuk megvásárolnak, érted? Hogy mondjuk ő elnyomja a népét. Vagy még rosszabb, mondjuk, megfenyegetnek, mondjuk a családjával, vagy bármivel, érted? Az elnyomás. Tehát az is elnyomás, amikor megvásárolják, és azt mondják neki, hogy figyeld, kapsz ennyi pénzt, vagy ez lesz veled, érted? Ez egy elnyomás. Tehát az emberek, a legtöbb olyan embert, akit megvásárolnak, válaszút elé állítanak, hogy azt mondják, hogy ennyi pénzt kapsz, vagy helyette ez lesz veled. Világos ez? Na most gondold végig, tehát magyarul ők, az úgy működik egy elnyomott, hogy az elnyomást az továbbadja. Érted? Tehát amikor elnyomják, az elnyomó elnyomja az elnyomottat, akkor ő fogja és továbbadja az elnyomást. Tehát, hogyha például ő egy ország élén van,
akkor az országban élőket nyomja el. Világos az? És ez így működik. Na most, és az a baj, ugye, hogy vannak olyan elnyomottak, akik nem ilyen alapon vannak elnyomva, hanem bizonyos olyan lények által, akik képesek a hipnotizálásra. És a hipnotizálást, mint technikát használják fel arra, hogy az illető azt csinálja, amit szeretnének. Ugye ez csak azt kell elérni, hogy az illetők, adott személyek ne legyenek túl jó állapotban. Mert ha túl jó állapotban van, akkor nem hipnotizálható. Ha kevésbé jó állapotban van, akkor hipnotizálható. És minél rosszabb állapotban van, annál könnyebben hipnotizálható. És ez azt jelenti, hogy mitől adott bizonyos személyeknél elérik, hogy rossz állapotban legyen, és akkor hipnotizálható. Ilyenek például az uralkodó osztálynak a tagjai. Akik a háttérben vannak, nem azok, akik az országok élén vannak, hanem akik a háttérben vannak, uralkodó osztályok. Tehát mit tudom én, az angol királyi ház, meg ilyenek, jó? De hát nyilván nem kell mindenkit hipnotizálni, mert elég, hogyha a fő embereket hipnotizálják csak. Jó? Tehát nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az embernek fel kellene ismerni azt, hogy milyen lehetősége van ezen a bolygón. Tehát lehet itt csinálni a saját kis játszmáit az embernek, sütögetni a saját kis pecsenyéjét, de mire? Most ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor mindnyájan megyünk a levesbe. Érted? Itt nem lesz olyan, hogy föld, meg nem lesz olyan, hogy emberiség. Világos ez? És itt nincs további határidő. Itt az emberiség életében már többször volt az aranykorra határidő, és többször tovább lett csúsztatva a határidő, de ez vége. Az utolsó ilyen volt 2012, és most a 2035, és nincs tovább. Tehát nincs tovább, azért kellett húzni, halogatni, mert nem volt kész a bolygó. De kész a bolygó. Világos ez? Tehát nem volt hova tenni az emberiséget, azt, amelyik nem akar önmaga túlélni. Tehát önmagunk túlélése az nem a technikai fejlődésen keresztül történik. Világos ez? Az önmagunk túlélése az az élethelyzeteink helyes kezelésének az alapja. Világos ez? Tehát az ember nem képes arra, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje, akkor hogy kezelne helyesen mondjuk egy magasabb szintű létformában dolgokat? Világos ez? Hogy? Tehát most gondold végig, egy angyal úgy képes működni, hogy totál érzelemmentesen. Érted? De a legnagyobb jó érdekében téve, és a legnagyobb szeretet alapon. De érzelemmentesen. Ugye azt gondolnák az emberek, hogy a szeretet az egy érzelem. Nem. Az egy adottság. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy vagy képes vagy szeretni, különböző mértékben, vagy nem, vagy képes szeretni különböző mértékben. Tehát a szeretet az nem érzelem, hanem az egy adottság. Világos? Amit megszereztél, vagy elveszítettél. Oké? Persze ebben születtél, ugye tudjuk, hogy minden ember így született, de hát az egy dolog. Na most lényeg az, hogy gondold végig, eddig azért voltak a halogatások, meg azért nem volt ilyen helyzet, mert egy bolygó létrehozása az nem pár ezer év, hanem egy sokkal hosszabb időtartam. És az a bolygó nem volt kész, ahova lehet az embereket küldeni. Világos ez? Most már kész az a bolygó, és nincs további határidő. És miért van még határidő, miért hosszabbították meg 2030-ig? Mert az emberiség jó része alapvetően jó. Világos ez? Tehát az emberek alapvetően jók. Itt egy kérdés van, hogy hajlandók-e fejlődni. Itt ez a kérdés. Vagy pedig azt mondják, hogy jó vagyok, úgy, ahogy vagyok. Ez a kérdés. És aki azt mondja, hogy jó, van úgy, ahogy van, az megy a másik bolygóra. Oké? Aki nincs jól, de bekerül az aranykorba,
az itt aranykor körülmények között él tovább. Oké, ahol nincs pénz, nincs olyan, hogy lustálkodás, mindenki szépen teszi a dolgát. De mi a dolgod? Tudod, mi a dolgod aranykorban? Körülbelül 3 órányi tevékenység, a többi meg tanulás. Érted? Tehát ma, igazából ezt többször elmondtam, 3 óra alatt bőven megtermelnéd azt, ami ahhoz kell, ami a szükségleteidet fedezi. Teljes egészében. 3 óra alatt. De nem tudod, ameddig elnyomás van, ezt nem tudod érvényesíteni. Oké? És ott nincs olyan, hogy gazdag, meg szegény. Ott mindenki teszi a dolgát, ezt a 3 órát. Ugye nyilván pihenni is kell, mert sajnos ez a test ilyen, hogy rászorul a pihenésre. Tehát lényeg az, hogy teszi a dolgát, és ugye ez bemegy egy közösbe, és a közösből, amire szükséged van, megkapod. Tehát nincs olyan, hogy fizetés. Érted? Nincs ilyenre szükség. Tehát nincs ilyen közvetlen csereeszköz, mint most a pénz. Tehát egyszerűen az ember tudja, hogy én megtettem azt, amit megtettem, akkor kivehetem azt, amire szükségem van. Érted? Ennyi. És az emberek azért teszik a dolgukat, mert nem kell halálra dolgozni magukat. Tehát még egy békés flegmatikus is el tud dolgozgatni 3 órát egy nap. Nem? Szóval lényeg az, hogy és nem, nincs az, hogy most teljesítménykényszer. Mert nem egyformák vagyunk. Van, aki többet fog teljesíteni, van, aki kevesebbet, de akkor is kiveheti a szükségletének megfelelő. Érted? Most gondold végig, a gazdagoknak minek annyi? Gondold végig, minek annyi? Minek annyi? Tehát az a szükségletük. Ki van csukva? Tudod, minek annyi? Megmondom egyszerűen. Mert ma egy olyan világban élünk, hogy a vagyon egyenlő hatalom. És a jövőben nincs ilyen. Tehát nincs olyan az a szó, hogy hatalom nem fog létezni. Érted? Tehát ebben az értelmezésben, ami most van, nyilvánvaló. Abban az értelmezésben fog működni, hogy hat és alom. Oké? Okay? Abban az értelmezésben. De abban az értelmezésben, amiben most mondjuk, abban nem fog működni. És ez azt jelenti, mondom még egyszer, itt akárki akármit csinál ezen a bolygón. Ha itt nem lesz aranykor, akkor ez azt lesz, hogy fogják, lejönnek űrhajókkal, nem vicc, kimentik azokat az embereket testestül, bőröstül, akik érdemesek a túlélésre, az angyalok által pontosan tudják, a többire meg rárobbantják a bolygót, az csá. Ennyi. Azt utána a többieknek összefogdossák a lelkeit, az megy ki a bolygóra, nyilván egy létközi állapot után. Oké? Okay. Tehát ott is létre kellett hozni 2 olyan bolygót, mint ami van a Föld körül, ugye a Vénusz meg a Mars, ahol a létközi állapot folyik, mert ott folyik a létközi állapot, ott is létre kellett hozni, ugye a körül, a bolygó körül olyan bolygókat, ahol lehet létközi állapotot folytatni a lelkeknek, bekerülnek az emberek ilyen helyre, és utána egy idő után újra születnek. Ugye nem gondoljuk azt, hogy egyszerre mindenki, mert hát ugye anyagon keresztül születünk. Az azt jelenti, hogy a szülő létrehozza a testet, és abba beköltözik a lélek. Amikor ugye meg az első levegőt veszi. Jó, tehát lényeg az, hogy ezt ugye meg kellett teremteni, és ezeknek a létrehozása az nem, mondom, nem pár ezer év, hanem sokkal több. Világos ez? Tehát nehogy azt higgyétek, hogy egy olyan bolygót egyszerű létrehozni, mint a Föld. Ezért ugye nem is sok ilyen bolygó van a világegyetemben, mint a Föld, ahogy kinéz. Mert ugye, ha megnézed,
az élet a világegyetemben, a világegyetem nagy részén nem a Föld felszínén folyik, hanem a Föld mélyén folyik. Miért? Mert a Föld mélyén sokkal könnyebb létrehozni életet, mint a Föld felszínén. Mert a Föld felszíne sérülékeny. Világos ez? Tehát ott be kell állítani a hőmérsékletet, gondold végig. Nem lehet nagyon hideg, nem lehet nagyon meleg, mert az életnek el... Tehát az élet az nem fog működni az, abban az éghajlatban. Egy bolygón belül meg csak egyszerűen le kell menni kellő mélységre, vagy nem kell menni kellő mélységre, és kellő hőmérséklet van. Világos ez? Hát sokkal egyszerűbb létrehozni. Mivel zárt tért, létre lehet hozni oxigént, nem illan el az oxigén, lehet lélegezni, bár vannak olyan élőlények, értelmes élőlények, akik nitrogénnel táplálkoznak, csak úgy mondom. Tehát, illetve nitrogént lélegeznek be, bocsánat. Tehát nem oxigént, hanem nitrogént lélegeznek be. Jó, tehát lényeg az, hogy és ez nem ilyen fantázia dolog, érted? Hanem végig gondolod, ez teljesen logikus. Tehát teljesen logikus. Teljesen logikus az, hogy mi a manót keresünk mi itt. Nyilvánvaló nem azért vagyunk, hogy kismillió életen keresztül itt hűtsük a lét, érted? Nem? Tehát, hogy itt léhűtősködjünk, akkor hát, ha jobban értetek? Jó? Nem ezért. Miért most nem, jobban megnézed, nem ezt csinálják az emberek? Hát gyakorlatilag léhűtősködnek. Nem ezért vagyunk itt. Hanem azért valami értelmes dolgot csináljunk. És mi a legértelmesebb dolog, ami létezik? Én sok mindent kipróbáltam. A legértelmesebb dolog az, hogy az ember fejlődik, nem? Én nem találkoztam ennél értelmesebb dologgal. Megmondom őszintén. Oké. És akkor éppen beszéltük, hogy ugye nejemmel szoktunk ilyenekről beszélni, hogy tényleg milyen értelmes fiaink vannak. Hát én mondtam, hogy két értelmes embernek milyen lenne más. Ennyi. Na, csak ez azért mondom, mert gondold végig, biztos, hogy ti is így vagytok vele. Ha az átlagnál értelmesebb vagy, akkor tudja, hogy értelmesek a gyerekeid is, érted? Nyilvánvaló. És erre az ember legyen büszke, nem? Hát, hogyha az átlagnál értelmesebb vagy, akkor biztos, hogy a gyerekeid is az átlagnál értelmesebbek lesznek. Hát nyilván, most gondolj bele, hülye gyerek nem választ értelmes szülőket, nem? A hülye gyerek hülye szülőket választ, gondolj végig. Hát ugye, mert mi választjuk a szülőket? Lesz, fogantatás előtt. Tehát fogantatás előtt választjuk a szüleinket. Most onnantól kezdve ugye értelmes lény nem fog választani hülye szülőket, érted? Vagy fordítva, érted? Hülye, mindegy. Értsetek, ugye egy kell. Jó, már belebonyolódtam. Így van. Jó, tehát nem baj, már nekem bonyolult. Jó, értitek? Szóval lényeg az, hogy gondold végig. Tehát nem átlagember vagy, ha fejlődsz. Az átlagember, nézd meg, az nem fejlődik. Az átlagember, azt látod, ahogy öregszik, úgy hűl. De tényleg, nem? Ezt látjátok? Hát nézd meg. Én azt láttam, hogy én gyerekként még láttam bölcsöregeket. Hát most meg olyan ritka. Nem? Hát komolyan mondom. Hát jó, most nem a PPA-sokról beszélek, hanem a kintiekről. Hát olyan ritka bölcsöreg, hogy ihaj. Nem így van? Hát nézzétek meg. Hát az ember azt várná el, hogy minél öregebb valaki, annál okosabb, értelmesebb, nem? Hát nem ezt látni. És nem meg akarom bántani őket, hanem ez a tény sajnos. Ez a tény. No jó. Ránéztem az órára, de úgy, hogy mutatták is. és rájöttem, hogy tényleg időm van. Na szóval. Ja, és akkor nézzük még egy gondolat erejéig. Jó, a hatodik lelki szintre jutva. Jutsz be az aranykorba,
A hetedik lelki szint pedig az a lehetőség, ahol a magasabb szintű létformába kerülhet. Hát mondom, bárki választhatja azt, hogy marad egy pár életig még akár az aranykorban, hogyha annyira tetszik a földi működés, főleg az aranykori földi működés. Mert onnantól kezdve érted, hogyha eljutsz a beteljesülés szintjére, választhatsz, hogy most mész vagy maradsz, mész vagy maradsz. Jó? Hogy mi lesz? No, hát köszönöm szépen a figyelmeteket a mai napra, nem csak a most estére, hanem a mai napra. Jó volt veletek együtt lenni. Alig várjuk, hogy rendezvény jöjjön. Bár nem, ilyenkor azt szoktam mondani, miért kell nekünk mindig ennyit pakolni. Állandóan csak pakolunk. És akkor erre azt mondtam, hogy milyen jó nekünk, hogy állandóan pakolunk. Jó, tehát lényeg az, hogy találkozunk nem sokára. Mikor találkozunk? Szerdán, így van. Hát nyilván sok emberrel, hát nem élőben, hanem az interneten keresztül élőben. Van, akikkel ugye személyesen is. Várlak benneteket szerdán személyesen. És mit mondjak még itt a végén? Köszönöm szépen a közreműködőknek a közreműködést, elsősorban a háziasszonyunknak. Jó, és természetesen akik a technikai hátteret biztosították, a két fiam. És hátul pedig ugye a nejem biztosította, és a menyeim biztosították a hátteret, igen. Jó, és nektek meg köszönöm a személyes részvételt. Úgyhogy rátok nézek, és gyönyörűek vagytok, szeretlek benneteket. Tényleg, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkosnak ezt a fantasztikus előadást. Kérek még egy kis pici türelmet. Karámosné Maier Gabriella vagyok, Dunajvárosból érkeztem, a kereskedelemben dolgozom, férnél vagyok, két lánygyermekem van, és azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert volt egy nagyon nehéz élethelyzetem, amiből minél előbb szerettem volna kilábalni, és így a nehéz élethelyzet miatt váltam keresővé, és akkor sok keresgélés után, de előbb-utóbb rátaláltam a Nyílt Akadémiára, kócsképzésre és Szedlacsik Miklósra, és nekem nagyon-nagyon sok mindent adott a Nyílt Akadémia, teljes mértékben megváltozott az életem. Természetesen jó irányban, tehát egy gödörből felkerültem a magasságokba, és hát nyilván innen megyek tovább még, amíg lehet. Hatalmas tudás van itt, nem is gondoltam volna az elején. Van egy pár olyan ismerősöm, aki már nagyon régen találkozott a Nyílt Akadémiával, be is regisztráltak, és mostanában kezdték el a tanulást, és azt mondták mindenki, hogy nagyon megbánták, hogy nem akkor, amikor rátaláltak. Én nem haboztam, és én ezt nem bántam meg, hanem itt vagyok, élek, virulok, egészséges vagyok, és minden rendben van körülöttem, és egyre jobban meg tudom oldani a dolgaimat. Tehát azt tanácsolom bárkinek, aki még nem tanul itt, de már találkozott a Nyílt Akadémiával, hogy ne habozzon, minél előbb fizesd be a tandíjadat, és gyere tanulni. Tehát, hogyha érdekel az ajánlatunk, akkor várunk szeretettel, vagyis hogyha tetszett, amit ma itt hallottál. És akkor most a szeminárium résztvevőinek mondom, hogy a következő szeminárium július 18-án lesz, remélhetőleg itt a Lourdes-ban. A heti webelőadások szerdán 18 órakor, vasárnap pedig délután fél ötkor kezdődnek, és akkor itt a szemináriumot követően PPA
klubot tartunk, ahol lehet kérdezni vezetőnktől, Szedlacsik Miklóstól. Megkérlek benneteket, hogy a kitöltött felismeréseket és kitűzőket a teremből kifelé adjátok le. Mielőtt kimenétek a teremből, alakítunk egy kört, ahol úgy fogjuk meg egymás kezét, hogy bal tenyér felfelé, jobb tenyér lefelé, így mennek majd végig az energiák. Még egyszer megköszönöm Szedlacsik Miklósnak, hogy a szeminárium házigazdája lehettem. Megköszönöm nektek az együttműködéseteket és a szereteteteket. Szeretlek benneteket, mindent jót kívánok, és sok sikert mindenkinek. Sziasztok!